Galambúr ment. Elég volt messziről megpillantani a brigittát, hogy lássa, ivet nem túlzott. Ez a gőzös egy környékbeli kirándulást sem kockáztathatott volna meg veszély nélkül. Ezzel szemben több hónapos tengeri utakat bonyolított le. Egy óra múlva Galamb megállapodott a kapitányjal. Négy nap múlva indulnak Havannába és a Panama csatornán át a csendes óceánra. Az út legfeljebb, ha egy évig tart. Mondd, kérdezte a vitorlomester, mikor újra partot értek. Miért jelentkezzél nyomban, mikor hallottad, hogy a hajóval utazni életveszélyes? Talán meg akarsz halni? Szó sincs róla, felelte kisé ilyetten galamb. Szeretem a veszélyt. Ho, oh, jó lesz vigyázni, gondolta. Egy kávé mérésből levelet írt az anyjának és a huggának. Özvegy édesanyja és a 14 éves Annett Párizs villanegyedében egyedében laktak az Árinkurtok családi házában, amely becsértékén felül volt túlterhelve kölcsönökkel. Előkelő párizsi ismerőseik nem is sejtették, hogy a fiatal Árinkur Márszejben kocsmai énekes és az ő jövedelméből tartják fent a köztiszteletben álló finom, úri család szerény háztartását. Árinkur a tengerészeti akadémia növendéke volt, itt is szerették, mert némely ember már úgy jön a világra, hogy mindenütt szeressék. De az olyan mogorva egyének, mint Lóton Tracy Márki, tengerészeti felügyelő, minden kedvességnek ellenállnak kőkemény szívükkel. Lóton Tracy magányosan élt Lyon környéki szőlőjében, és időnként megjelent néhány napra az akadémián vagy az iskolahajón, hogy csontos ujjait rázva, ráncos sovány, múmi arcán, bozontos szemöldökeit összehúzva, zord prédikációt tartson. A kadettok állandó elkeseredésben éltek miatta, a tanárok sem rajongtak érte, de magas családi összeköttetései révén bizonyos volt, hogy nyugálomány helyett egy díszszemlén fogja elragadni a végegyengülés. Hogy mégsem így történt, annak az oka Árink akitől egy vizsgamanőver után a felügyelő megtagadta a következő iskolai rangfokozatot. Arinkur úr jelent meg aznap a kádettok háló termében. Az öreg Trészi ma elvágta magát nálam. Nyugdíjazni fogom? Hülye vagy, vélte az egyik kollégája. Nem minden alap nélkül. Fogadhatsz velem egy ezüst öngyújtóba, hogy a legközelebbi vizsgáig nyugdíjazzák Trészi bácsit. Tartom. Arink úr megnyerte az öngyújtót, de elvesztette az életpályáját. A tengerészeti főfelügyelő nyugdíjazása elég szomorú körülmények között történt. A világháború idején néhány tisztet kölcsönösen kitüntettek a szövetségesek. Angol lovas tiszteket a franciák kineveztek a szenegáli gyalogosok kapitányának, az angolok viszont skót és ír csapatoknál adományoztak tiszteletbeli rangot a francia bajtársaknak. Trészéről mindenki tudta, hogy egy skót ezre tiszteletbeli kapitánya. A Velszi herceg éppen Párizsban járt, és ebből az alkalomból Trézit is meghívták a tengerészeti akadémia bájára, amelyen ő fensége volt a védnök. A kedétok éjjel-nappal dolgoztak. Árinkur azok között volt, akik a meghívókat címezték. Az államtitkár, aki valamennyit aláírta, természetesen nem olvasta el egyenként az összes meghívókat, különben észrevette volna, hogy az egyiknek más a szövege. Egyébként éppen olyan volt, mint a többi. Csak a legalján ez állt, az angol hadsereg tiszteletbeli tagjai kéretnek a megfelelő ruhában megjelenni. Hogy milyen feltűnést keltett a fényes bálon a vén kopasztraészi, midőn kockás szoknyában, mesztelen érdels, kót kapitányi uniformisban megjelent, ezt úgysem lehet leírni. Az eseményekről még évek múlva is beszéltek. A miniszterelnök szerint a látvány feledhetetlen volt. Batrányt nem okozott senki, ő a Velszi herceg néhány elfogulatlan szót beszélt a félig holt és megköszönte a frappáns figyelmességet, amelyel a főfelügyelő ebben az egyenruhában tüntet a hagyományos francia-angol barátság mellett. Akik nem bírták visszafolytani a nevedést, azok egy szomszéd helyiségbe mentek át. Ezeket később felkereste a Velszi herceg is. Most már általános mozgalom indult meg, hogy az öreg fő felügyelőt nyugdíjazzák. A család magas rangú tagjai sem exponálták magukat szívesen, és Arinkur megkapta az öngyújtót. De Tracy meghívója, ha az öregember naivitását nem is mentette, bizonyítéka volt annak, hogy bűnös is van az ügyben. Így történt, hogy Árinkúr pályafutása a haditengerészetnél véget ért. Nagy csapás volt ez a családra. Árinkúr tudta, hogy mit idézett elő meg gondolatlanságával, de elhatározta, hogy helyrehozza a hibát. Az anyja és a huga ne szenvedjen miatta. Feláldozza magát értük. Volt egy életbiztosítása tízezer dollárra. A biztosítás arra az esetre szólt, ha hivatás közben baleset érni Zsűl Manfred Arinkur haditengerész kadettet. Elhatározta, hogy ezt a tízezer dolláros életbiztosítását anyja és a huga megkapják. Majd gondoskodik, hogy hivatás közben halálos baleset érje. Mindenét pénzét, tette, szerény apai örökségét is hozzácsapta, és fél évre kifizette a biztosítási díjat. Azon túl nagyon vigyázott magára, mert hivatása teljesítése közben kellett elhalálozni a fél éven belül. Ha tehát elüti egy autó, vagy összeszurkálják az utcán, nem ér vele semmit. Így került Márselybe, és ezért jött kapóra állása a rozoga Brigittán. Matróznak lenni hivatás. A tízezer dollár elegendő lesz ahhoz, hogy anyja és huga boldoguljanak. A mulatók közönsége nem is sejtette, hogy az érzelmes és vidám dalokat egy olyan ember énekli, aki halálra ítélte önmagát. Kiderült azonban, hogy élni ugyan nehéz, de meghalni sem könnyű. Este nyolc óra volt, és a Brigitta éjfél előtt készült felszedni horgonyát. A kormányos, a vitorlamester és galam kis búcsúmulatságot rendeztek a kedélyes hullaházról elnevezett szórakozóhelyen. Galamb még utoljára előadta a legszebb kupléját. Fergeteges taps zúgott fel, hullott a virág és az apró pénz, de miután a kormányos és a vitorlamester már előre mentek, Galamb is meglengedte szalmak alapját, bambuszbotját hón alá csapta és távozott. Vidáman vágott neki a kikötő felé vezető keskeny sikátornak. Egy kapu mélyedésből ivet lépett melléje. Galambúr, a könnyáztatott babarcával. Erink kedvesen rámosolygott. Csókolom a kezét, nagyságos asszonyom, hogy önt nem láthatom többé, ennek emléke örökké élni fog bennem. Udvariasan kezet csókolt, és továbbment illetve tovább ment volna. De a 80 kilós, teljesen babaarcú démon, sűrűn hulló könnyek között szívének minden gyengét féltését összeszedve, úgy vágta fejbe egy gumibottal, hogy Galambur csak hajnaltájt tért magához. Ott feküdt az elhagyott sikátor kövezetén, és a Brigitta már nyílt tengeren járt.